Így ütöttek rajta a rendőrök még tavaly azon a pincehelyi férfin, aki amfetamin olajból akart kábítószert készíteni. Az amfetamin egy mesterségesen előállított szerves vegyület, melyet korábban elterjedten használtak gyógyszerek alapanyagaként, újabban viszont inkább stimuláló hatású kábítószerként ismert. A férfi ellen a napokban emelt vádat a Tolna vármegyei főügyészség. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2023. májusában egy bérelt gépkocsival külföldre utazott, abból a célból, hogy kábítószer alapanyagot, úgynevezett amfetaminolajat szerezzen meg. A férfi a bérelt gépkocsival külföldön megszerzett amfetaminolajjal, miután hazaért a lakóházához, a rendőrök már figyelték, emiatt azonnal ellenőrzés alá vonták. A férfi lakóhelyét és gépkocsiját átkutatták. Különféle kábítószereket, továbbá kábítószer szállítására, valamint készítésére, kimérésére és kiadagolására szolgáló eszközt, többek között alkoholt, kénsavat, elektromos mérleget, keverőgépet, üres műanyag simítózáras tasakokat, gumikesztyűt foglaltak le. A férfi az elfogását megelőzően kokaint is fogyasztott. A vádlott az amfetaminolajból a lakóhelyén lefoglalt anyagok felhasználásával a higítás mértékétől függően akár 90 kg-nyi kábítószert is előállíthatott volna, amelynek értékesítéséből kívánt rendszeres haszonra szert tenni. A főügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel kötött kábítószerkereskedelem büntettével vádolja, amely bűncselekmény 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztése vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. A jelenleg is letartóztatásban lévő speciális bűnismétlő vádlottal szemben az ügyészség 11 év fegyházbüntetés, 10 év közügyektől eltiltás, valamint 1.250.000 forint pénzbüntetés kiszabását indítványozza a szexhárdi törvényszéknél.